darabnál, pedig ezek dramatik, hogy szerintem nem tudom ezt meghúzni, szerintem nem tudom, hanem tényleg mutatom, hogy kell ide teszem, nézd, puf, kész. Mert valóban nekünk akkor meg tud lenni az a pillanatunk, hogy úristen, ez kinek a bugyia volt, és akkor összenézünk. Próbáltunk a PMK-ban, és most költöztünk ki a Városháza udvarára, ahol a főpróbánk, és aztán holnap bemutató. De miért teljes tenyér? Ja, mert van a más, a furcsa pár, ott tenyérrel kell kapcsolni. Ja. Akkor az elején menjen, igen. Az első képbe végig. Ő a Ében Vénusz kolléga, nem legalábbis csígyöd, mester így hívja őt. És igen, és akkor én még felrakom ide két Merry Christmas feliratot. Sokat gondolkodtunk, hogy milyen zenékkel spékeljük meg az előadást, mi hozza 80-as éveket másrészt, hogyan legyen köze minden dalnak ahhoz, ami éppen történik. És így egy saját szerzemény is bekerült, aminek a dallama az nagyon jól ismert lesz mindenkinek, de Magyar Attila Fater írta meg a szövegét, ami brilliáns. Ez önmagában koncertként is tulajdonképpen elmenne, mint előadás, de hát ez a Feleség 40-re kezdődik része. Hogy így bedugom, mert itt van egy loop, és a Kör című film, tudod, és bemegyek, hogy... George! Merre jártál? Merre jártál? Vagyis, hogy merre jártál? George, ezt most nem kéne! Elmesélem azt a sztorit a kedves tévénézőknek. Megboldogult Oszti és Mátyással forgattam együtt a Kisváros című sorozatban, és az volt a feladatom, akkor kicsit idősebb voltam, mint tőle, most te leszel Mátyás, hogy ő bement egy kapuajba, én meg kijöttem innen, és nyakszirten kellett vágnom, amitől elájul. Aha, és ezt úgy kell csinálni, amit az előbb is magyaráztam, hogy nagy lendülettel kell, de amikor léred, akkor már vissza kell húzni. Uh-huh. Lepróbáltuk háromszor, mind háromszor sikerült, kijön, amikor forgatás volt, akkor oda is így DAMM! Teljesen összecsuklott. Ez lesz most is. Ész, összecsuklott. És eleve azért nem derült ki, mert berakjuk egy mikrobuszba és elszállítjuk. Uh-huh. És akkor beraktuk, elhagytad, és akkor kiszálltad, hogy kiszélek, ezt ne csinálja többet. Mondom, hogy jó, majd nem. Csodálatos történet, köszönjük szépen.